annak a részének nagyon örülök, hogy gyakorlatilag az egész mérkőzésen tudtuk azt a domináns labdával, domináns focit játszani, amit szeretnénk, meg amit elterveztünk. Végül már sokszor be tudtunk menni a 16-osra, vagy a 16-os előterébe, és gyakorlatilag azt mondom, hogy az első perctől kezdve még úgy is, hogy azért az elején ez a gól, az így parázó csapatokat már tud fogni, de szépen kiegyenesedünk belőle, és azt gondolom, hogy jó minőségben tudtuk bontogatni amúgy jó minőségű, és nagyon nehéz ellenfelünket, viszont aki ennyire visszaáll, azokat nagyon nehéz kibontani. A 80. percig mentünk a győzelemért, ott azért érezni lehetett, hogy bármelyik pillanatban tudunk gólokat rúgni, vagy gólt rúgni, azért ez érezhető volt, viszont az is érezhető volt, hogy az utolsó percekben azért észnél kell lennünk, és el kell döntenünk, hogy megyünk a győzelemért, és lehet, hogy egy pont sem lesz belőle, vagy pedig próbáljuk tartani az egy pontot úgy, hogy aztán lehet, hogy egyszer még elmegyünk. Örülök, hogy jó felfogásban játszottunk, örülök, hogy most már ezredik alkalommal, akik bejönnek, akár a kezdőcsoportból, akár csereként, azok mindig vagy gólpasztadnak, vagy gólt rúgnak, tehát, hogy hál' Istennek, szenzációs a csapatnak a kohéziója, meg a morálja, meg a teljesítmény ilyen szempontból, illetve hát az, hogy ennyien elkísértek minket, és gyakorlatilag hazai pályát teremtettek, az meg nem csak a mérkőzés közben, hanem a mérkőzés előtt és után is óriási előtte bukta. A csapatnak gyakorlatilag olyan érzés volt, hogy amikor hazai pályán játszunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.